Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérem az Úrban, hallgassátok meg az Isten igényét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, 10. fejezetében a 17-től a 20. versig egyébben. Mikor a 77 tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig ezt mondta nekik: Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapogjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Amen. Ezek voltak a Szentírás szavai. Kedves testvéreim az Úrban! Az ember szereti, ha győzelmeket ér el az életében. Sokat kell dolgoznunk, sok erőt kiadni, sok mindenen átmenni, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Sokszor akadályok vannak előttünk, de mi mindig arra igyekszünk, hogy a győzelemhez közelebb érjünk. De az utunkban sokszor a sátán áll, aki rosszat akar. Ő az elpártolt angyal, akinek el kellett távozni az Istentől. Mert olyan akart lenni, mint az Isten. A Bibliában olvashatjuk, hogy amikor Jézus Krisztus a pusztába volt, ott háromszor is kísértette meg őt a sátán, de ő ellenállt. És több példát is találhatunk a Bibliában, ami arra vezet minket, hogy Jézusnak sokkal nagyobb a hatalma, szeretett minket is kísérni az életünket akkor is, ha boldogok vagy szomorúak vagyunk. Ma böjt első vasárnapja van, és mink a böjti időbe léptünk be. Hát vasárnapon át fogjuk élni a böjtöt. Isten szeretetéhez vezet minket ez az út, amit járunk. Feltesszük magunknak a kérdést: milyen lesz az évi böjt? A böjt elején lássuk a 77 tanítványt, akik örömmel tértek vissza Jézushoz, és mondják neki, hogy a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekik. Jézusnak mondták, mennyi mindent értek el az ő életében. Mennyi szolgálatot értek el. Lehet ezt mondani, hogy dicsekednek. És ez nagyon ismerős számunkra, kedves testvéreim az Úrban. Mi is szeretünk dicsekedni, ha valamit elérünk. Örülünk a győzelmeinknek, és biztosabbnak és erősebbnek érezzük magunkat. Jó az, amikor megdicsérnek minket, megveregetik a vállunkat, és igazat adnak nekünk. A tanítványok tudják, hogy Jézus nélkül semmire sem mennek. Tudják, hogy Jézusra szükségük van, úgy, mint nekünk is szükség van Jézus Krisztusra a böjti időben. És ezt mi is tudjuk, hogy Jézussal mindent le tudunk győzni. Ő sokszor küzd értünk, velünk van erőt és áldást ad, ha tudjunk küzdeni és akarjunk is küzdeni. Mert ez nagyon fontos, hogy Jézussal együtt küzdjünk. De vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy nem bírunk, nincs erőnk, nem tudunk tovább küzdeni. Sokszor nehezek a gondolataink, vagy sötétek, és nem látjuk a kiutat. És feltesszük magunknak a kérdést, hogy van még erőnk küzdeni? Vagy azt halljuk, hogy fáradtak vagyunk, már nem bírunk, már elég.
ezek a gondolatok nagyon aktuálisak ma is. És ilyenkor a lélek felkiált az Úrhoz az imádságban, és kéri, hogy az Úr segítsen rajta. Erről szól a bőjt is. Imádságunkban beszélgetni az élő Istennel, és megtaláljuk a belső erőt az Úrban. 2009-ben egy repülőnek vészhelyzetben le kellett szállnia a földre. 155-en voltak a fedélzeten. A motorok sérültek meg, így a pilóta úgy döntött, hogy le kell szállniuk a földre. Nehéz döntés volt, de kötelessége volt a pilótának döntenie, mert sok élet függött ettől a döntéstől. Amikor összeült a komisszió, akkor ők is döntést hoztak. Elmondták a többieknek, hogy a kapitán nagyon jó döntést hozott, és megdicsérték őt. Sokszor a mi életünk is döntésekből áll. Sokszor azon töprengünk, hogy jó-e volt a döntése. Tudunk jól dönteni? Ha az Úr Jézus Krisztus mellettünk van, és kérjük az ő segítségét, akkor igen. Ne hagyjuk ki őt az életünkből. Ő legyen a mi kapitánunk, aki vezeti az életünket. Áldást, békét és szeretetet tud vinni az életünkbe. Ő mellettünk áll minden helyzetben. Az Úr Jézus Krisztus mondja a tanítványainak, hogy a nevük fel van írva a mennyben. Minket is jól ismer az Úr Isten és az ő fia, és örüljünk annak, hogy a nevünkön hív minket. Kereszteléskor az ő gyermekeivé váltunk, és ez erőt ad nekünk, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem az Úr Jézus Krisztus szeretete van a mi szíveinkben. Kedves testvéreim az Úrban! Alázatos szívvel és lélekkel kezdjük el a bőti időt, és az Úr áldása fog minket vezetni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, aki végig szenvedted a kísértést, és legyőzted a kísértőt. Megértő szívedre és segítségedre van szükségünk, hogy ne térjünk ki a kereszt elől, de el ne essünk a kísértésben, és másoknak se adjunk okot megütközésre. És így elnyerjük az élet koronáját, amelyen a téged szeretőknek ígértél. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.